Sziasztok, én Bubble Boci vagyok, vagy Endre, és ebben a mai videóban egy kis beszélgetést szeretnék veletek, beszélgetni szeretnék veletek. Nagyon köszönök szépen mindent, mindenkinek, hogy ennyien feliratkoztok rám, lájkoljátok a videóimat, és ez nagyon sokat jelent nekem, és meg is mutatom, hogy én miről beszélek, mert aki új, az lehet, hogy nem érti. Itt van az én csatornám, itt vagyunk az irányítópultban, a YouTube stúdióban, és itt láthatjátok, hogy a megtekintések száma ennyivel nőtt. Szóval nagyon köszönöm szépen, az elmúlt 28 napban 1,2 000, az nem tudom pontosan mit jelent, de 25.300 megtekintés jött a legutóbbi 28 napban, és 210 nézési idő, azaz óra. Ezt nagyon szépen köszönöm, és itt vannak a legnépszerűbb videóim. Én ezeket nagyon régen töltöttem fel, kivéve ezt, de ezeket 3 éve. Tehát 3 évesek ezek a videók. És úgy volt, hogy amikor ezeket feltöltöttem, akkor ilyen 3-5-10 megtekintés volt, kb. Annyi, mint amennyi fel voltatok iratkozva. És ez alma, az kb. Hát egy olyan 1 éve, akkor már ilyen toppos lett, tehát nagyon sokan megnézték. És ennek nagyon is örültem, hogy megvolt az első 10 000 megtekintésem. És ez annyira nagy öröm volt nekem, mindenkinek el kellett mondanom. Tehát nagyon szépen köszönöm. És aztán most nem tudom hogyan, de valamiért ez is most befutott, így 2021-ben. Mindjárt mutatok nektek egy statisztikát is. 18.259 megtekintés. Azért nekem nem rossz, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Szóval ezek 3 éves videók. Ez is nagyon jó lett. És tisztázni szeretnék valamit egyesek számára. És mégpedig ez az lenne, hogy valaki odaírja a kommentekbe. Mindjárt mutatok nektek például itt. Mutatok nektek valamit, itt van a megjegyzések, és itt letekerünk, és itt láthatjátok azt, itt most pont nincsen, akkor ellenőrzésre vár, hát ha itt megvan, nem, értem, talán így. Na, és itt is van, tehát video stealing, nem tudom, oké, és lehet, hogy angol, lehet, hogy magyar, aláírta, hogy videólopás, ugye ez azt jelenti, és akkor itt van, hogy ne lopj más videóstól. Hát én késő este volt, és aláírtam, hogy nem loptam vasat, és odaír, hogy nem volt vicces a hozzászólásod, tehát tehát most megmutatom nektek, gyorsan felmegyek YouTube-ra, és pedig itt felmegyünk a saját csatornámra, és itt megkeressük a ez-ez almás videómat, vagy bármelyik másat, bármelyik másikat, mindjárt tölt, jó, letekerünk, nagyon szépen köszönöm ezt a 424 lájkot, ez óriási, letekerek, és ugye itt vannak ezek a kommentek, mutatok egy másik videót, például legyen ez, tehát erre nem tudok mit szólni. Tehát nagyon sok kedves komment jött, ezeket nagyon szépen köszönöm is, és be is szíveztem őket.
De viszont így jönnek azok a kommentek, amikre még a nézőim is fel voltak háborodva. Tehát lopott videó. És itt nagyon szépen köszönöm azoknak, akik elmagyarázták nekik, vagy felvilágosították őket, hogy miről is van szó. Nem lopott, csak kivágott egy jelenetet, sokan csinálnak ilyesmit. Ez nagyon szépen köszönöm, hogy elmagyarázta neki. Ez egy kopi. Aztán itt nézzük meg. Kopi. És ez alá írtam, hogy jaja, azért, mert kivágtam egy jelenetet, akkor már kopi. És alá ilyen nem teljesen, csak egy kicsit. Tehát olyan viták jöttek itt. Szerintem is kopi. Nem kopi, idióta. Hát, finoman fogalmazva. Attól még, hogy egy videóból kivágja egy jelenetet, attól még nem kopi. Hiszen nem mondja el a videó, hogy ő készítette ezt a részt 3 évesek. Nagyon szépen köszönöm, egy kicsit furcsa volt ez a komment, tehát lehetett volna finomabban, de azért hát rátért a lényegre, és azért köszönöm szépen. Emberek, akik képesek lenni, hogy kopi, stb. Szülei testvérek voltak, és a szülőszobában nagy valószínűséggel a falhoz csapkodták. Igen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Mi fasz ilyen nagy hülyeséget még életemben Ben? Mit keres itt Ben? Hát Ben Pókemberből! Na, nem látom. Látom. Stupid, I'm not gonna let you get the chance! Aki ilyen tráger kommentet írna, az a 3 éves... Aha. Tehát itt nagyba mentek a viták, és itt köszönöm szépen István Molnárnak, hogy megmondta, hogy a készítő Vidman, úgyhogy nem kopi. Istenem, ez nem Vidman, ilyen bolond, vagy Vidmanról kopizda le. Hú. Olvasd el a videó címét, benne van, hogy Vidmané a videó, csak Bubble Bossy töltötte fel. És ez így is van, tehát ide van írva a címbe, gyerekek. Just Vidman, kötőjel, a diétás 80 kilokalóriás, KC-alos, más néven, sütemény. És nem tudom, hogy... Hú, jó, mindegy, ez egy kivágott jelenet az a lényeg, és ezzel nem tudom, mit kell kopizni. Dedósok csinálják, hogy kopi. De, ja. Tehát... Jó, mindegy. Szóval erre akartam kitérni, hogy mik ezek a viták itt. És köszönöm szépen még egyszer azoknak, akik ezt elmagyarázzák nekik, vagy felvilágosítják őket. És láthatjuk, hogy plusz 73 feliratkozó jött az elmúlt 28 napban. Tehát, úristen, guys. Nekem volt egy másik csatornám, név szerint Feli Blogs, meg lehet nézni. Csak az a baj, hogy azt feltörték. Azt nem tudom, hogyan törték fel, de e-mailem mindenem oda veszett, és így nem tudtam mit kezdeni, nem tudtam visszaszerezni, mert olyat kért, hogy fizessek neki PayPal-on. Hát, akinek így most mondom, hogy történt-e vele valami hasonló, ne fizessetek soha. Tehát, hogyha fizettek, akkor az lesz, hogy még több pénzt kér. Mert valamelyik, mit tudom én, odaadja a mesterem és akkuntodat, most mondtam egy példát, és akkor ha azt írja, hogy ha többit is szeretnéd, akkor utalj még XY összeget. Tehát ne utaljatok. Pláne ne egy hackernek, tehát legyetek óvatosak. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek még egyszer, és óriási. Tehát meg lehet nézni most a másik csatimat. Ups.
Kelly Blocks, ugye már nincs is hozzáférésem. 113 feliratkozó, és 100 feliratkozó, ezt meg is köszöntem nektek. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a csatornát, az is lehet, hogy valaki erről a csatornáról jött át. Itt is töltöttem fel jó sok videót, próbáltam minőségi videókat készíteni. Nagy részt nem lettek ezek a... ezek nem lettek olyan jó videók szerintem, mint a mostaniak. Tehát a minőség is rosszabb volt, ilyen indexkép, meg ilyen. De azért próbáltam a legtöbbet kihozni a csatornából, és miután megünnepeltem a 100 000, még jó is lenne, a 100 feliratkozót, azután lopták el a kuntomat, gémelemet együtt, mindennel együtt, mesterem C, stb. Úgyhogy senki nevel se osszátok meg a jelszavatokat, mert könnyen fel tudnak titeket törni, és meg tudják, nagyon bonyolult, és el sem hiszem, hogy 110 feliratkozóról, tehát ott volt 100 feliratkozóm, és most van 270 feliratkozó. Nemrég még csak egy pár feliratkozóm volt, tehát úgy képzeljétek el, hogy egy évvel ezelőtt akkor volt olyan 30-40-50, tehát nagyon kevés volt, és 270-en vagyunk. 73 feliratkozó az elmúlt 28 napban. Nem tudom, hogy találtatok rá a videóimra, vagy bedobta esetleg a YouTube ajánlottnak, nem tudom, de nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki feliratkozik és lájkolja a videóimat. Mindenkinek köszönöm szépen. Erről szerettem volna beszélni veletek. Nagyon hálás vagyok ezért, hogy ennyien nézitek a videóimat. És elképesztő. Hogyha belegondoltok, akkor 73 ember nálunk most a iskolában, tudom, nem szeretitek az iskolát, de az iskolában többnyire 20-30-an vagytok egy osztályban. Hogyha összenézitek, tehát megnézitek, van egy biztos egy osztályfotó, akkor azon, hogy mennyien vagytok. És három osztály feliratkozott rám. És ha nézitek, 270 feliratkozó. Az milyen sok. Tehát ez nagyon sok. Tehát 9 osztály. És így, what? 270 ember néz. Tehát nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Ennyit szerettem volna mára. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók. Köszönöm szépen még egyszer. Sziasztok!